Pánikban az EU-ba menekült ukrán férfiak. Interjút adott egy román katona, aki az ukránok oldalán harcol. Majdan ezúttal Szerbiában. Ez a hírmix, az Ultrahang plusz hír összefoglalója. Szép napot, Túró vagyok. Karácsony alatt is zajlott az élet a világ nagy részén, hiszen a nyugati kereszténység számára fontos ünnepnapok másod ugyanolyan napok voltak, mint a többi. Ám mielőtt belekezdenénk, arra kérek mindenkit, hogy aki még nem tette meg, iratkozzon fel ide, az Ultrahang pluszra, illetve ha kíváncsi a világra nagy hatással lévő történések és folyamatok kreatívabb, szellemesebb összefoglalójára is, akkor az én csatornámra is iratkozzon fel, hiszen ott fut a news. Köszönjük! Az Európai Unió országaiban ukrajnai menekültek állnak sorban az erre a célra kialakított helyszíneken, hogy dokumentumaikat rendezzék, vagy újakat szerezzenek egy hamarosan elfogadásra kerülő törvény miatt, amelyet az emberhiányokán fogadhatnak el Ukrajnában. A Vérhadna Ráde, vagyis az ukrán parlament tagjai egy olyan törvényt fogadnak majd el, amely minden katonakorú férfi számára kötelezővé teszi a személyes megjelenést és azonosítást a TCK-nál. A TCK az Ukrán Központi Katonai Bizottság rövidítése, köznapi nyelven TCK-nak hívja Ukrajnában mindenki. A törvényjavaslat szerint azoktól az ukrán férfiaktól, akik életkoruk alapján katonaként szolgálhatnának és mégis külföldön tartózkodnak, számos alapvető állami szolgáltatást megtagadhatnak a jövőben. Az ukrán novoizdanyi szerint azok az ukrán férfiak, akik nem térnek haza, így elkerülve a sorozást, alapvető dokumentumaikat sem újíthatják meg a jövőben. Ukrajna, mint állama törvény szerint megtagadná tőlük sok más mellett például az útlevél, az erkölcsi bizonyítvány és a születési anyakönyvi kivonat kiadását, de törvényi erővel korlátoznák a banki műveleteket is. Vagyis az országból távozott, katonai szolgálatot teljesíteni nem akaró ukrán férfiak ukrajnai bankszámláit is zárolnák, semmilyen banki műveletet nem végezhetnének ukrajnai banknál, tehát még Online sem, és ha felszeretnék oldani ezt akaroz, haza kell majd térniük. Emellett nem adhatják el az ukrajnai ingatlanjaikat és ingóságaikat, beleértve a nevükön lévő járműveket vagy cég részeket, semmilyen olyan jogi műveletet nem végezhetnek, amelyben valamely állami intézménynek feladata van. Ezt a helyzetet, mert így nevezi ezt az ukrán sajtó egy része, az okozza, hogy ahhoz, hogy valaki a TCK-nál megjelenjen, be kell utaznia Ukrajnába. Ám katonakorú férfiként utána már nem hagyhatja el Ukrajna területét, csak illegálisan. Tele van a Telegram, a TikTok és az Instagram olyan videókkal és fotókkal, amelyeken férfiakból álló hosszú sorok láthatók Valenciában, Berlinben, Krakóban, Prágában vagy éppen Kölnben. Ezek a sorok egy-egy olyan épület vagy mikrobusz előtt láthatók, amelyeken a paszportni szervész feliratot olvasni. Bár a hasonlat nem pontos, de ennél év mögött nagyjából valami olyasmit kell elképzelni, mint a magyar kormányablak, pusztán ezt főleg a mikrobuszos változatát. Az ukrán kormány az EU-val együttműködésben az Európai Unióba érkezett ukrajnai menekültek ügyintézésének megkönnyítésére alakította ki számos európai nagyvárosban. A TCK munkáját illetően is változás állna be ezzel a törvényjel. Módosítanák azoknak a betegségeknek és szövődményeknek a listáját is, amelyek alapján egy személy harmadik kategóriájú fogyatékosságúként sorolható be. Még akkor is, ha eddig mentességet élvezett. Ide tartozik például az egyik szem vaksága, egy-egy hiánya vagy bénulása, az egyik vese vagy éppen a tüdő részleges hiánya, illetve a kasztráció is. Anatoly Seri, az eu politikai menekültként élő ukrán újságíró arról írt a telegramján, hogy információi szerint ez utóbbit azért tették bele a törvénybe, hogy ezt Zelenszky megvétózhassa. Ahogy ő fogalmaz, a játék része, hogy így tud majd pozitív benyomást kelteni az emberekben, és azt a látszatot kelteni, hogy nem engedi rokkantak és fogyatékossággal élők elhurcolását a frontra. Az orosz hírodalakon ezzel szemben arról írnak, hogy idézem, golyófogónak ideálisak a szerencsétlenek, mivel harci értékük nincs. Ahogyan egy korábbi hírmixben jeleztük, Észtország vonakodott kiadni a területén élő ukrán férfiakat az ukrajnának. Az EL, ez az észt közmédia, arról tudósít, hogy ez most arra megváltozott. Észtország kész kiadni azokat az ukrán állampolgárokat, akik a mozgósítás hatája alá esnek. Lauri Lánemetsz, Észtország belügyminisztere nyilvánosan kijelentette, hogy ha Ukrajnának szüksége van rá, akkor Észtország meg tudja találni, össze tudja gyűjteni és át tudja adni ezeket a személyeket Ukrajnának. Megjegyezte, hogy sokan közülük dolgoznak és lakóhelyen rendelkeznek Észtországban, ez pedig jelentősen megkönnyíti ezt a feladatot. Az Észt közmédia adatai szerint körülbelül 7000 ukrán férfi tartózkodik Észtországban, akik a katonai szolgálatra alkalmas korosztályba tartoznak. A Deutschlandfunk szerint a német ellenzék is támogatja ezt az ötletet, az, hogy kizövetve a CDU tagja szerint elfogadhatatlan, hogy ezek a férfiak megtagadják a hazájuk támogatását, ezért a német kormánynak segítenie kellene Ukrajnának őket bevonni a katonai szolgálatba, vagy a Terebarana, vagyis a területvédelmi erők létszámának növelésébe. Ugyanakkor a politikus megjegyezte, hogy a német jogszabályok szerint valószínűleg nem lehetséges őket ilyen módon kiutasítani, de talán találhatnának módszereket arra, hogy rávegyék őket a hazautazásra. Kizövetel szerint például csökkenthetnék a szociális jutatásaikat. Idézem őt. Németországban körülbelül 200 ezer ukrajnai férfi él, akik katonai szolgálatra alkalmas korban vannak, és akikre Ukrajnának szüksége van az ország védelmében. Ez az igazságosság kérdése is a harcoló katonák és családjaik felé. Ezzel szemben a német kormány több szereplője is hivatalosan azt kommunikálja, hogy törvényileg ez lehetetlen és morálisan is kérdéseket vet fel. A LED Delphi híroldal szerint Lettország közel 1 millió euró értékben adott át Ukrajnának elkobzott autókat. Az autókat részeg lett állampolgárságú vezetőktől, vagy éppen orosz állampolgároktól is elkobozhatták, amennyiben az autókon orosz rendszám volt. Jelenleg a LED parlament további 34 jármű átadására készül, amelyek értékét 161.880 euróra becsülik. Emlékeztetőül 2023. február 16-án Lettország elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi a kievi kormány számára a lett állam által elkobzott járművek ingyenes átadását. Ez a gesztus része Lettország támogatásának. Ukrajna felé Lettország a konfliktus közepette folyamatos segítséget nyújt az ukránoknak. A Reuters szerint Németország mostanra teljesen lemondott az orosz gázról, és Norvég gázra váltott. 2022 előtt Németország volt az egyik leginkább az orosz gázra támaszkodó ország Európában, amely az ország gáz szükségletének akár 60%-át is biztosította. Mostanra Norvégia váltotta fel Oroszországot, mint Németország fő gáz ellátója, szintén körülbelül 60%-os részesedéssel. Az Unian szerint, ez egy ukrán hírügynökség, 2022. február előtt a Gazprom biztosította a Németország gázfogyasztásának mintegy 60%-át. Az orosz gázellátás megszakítása tavaly és az északi áramlat gázvezetékek egyikének felrobbantása, valamint az európai országok köztük Németország ipari termelésének visszazuhanása, illetve a megtett takarékosság intézkedések miatt az orosz propaganda gúnytárgyává tette őket. Az ukrá hírügynökség szerint azonban azóta Németország megtanulta, hogy hogyan boldoguljon az orosz gáz nélkül, ezen pedig nem is az amerikaiak, hanem a norvégok keresnek. Arról az ukrán forrás nem ír, hogy miért zuhant be az európai ipar, ahogyan arról sem, hogy milyen szerződéseket kötött még Németország. Ám az orosz nyelvti kapitál viszont igen. Cikkük szerint Németország további gázimport forrásokat keresett, többek között hosszú távú szerződéseket kötött az amerikai conocophillips philips és globallal. Global-lal. Emellett egész egyszerűen sokkal kevésbé jelentőek a termékei, számos németországi ipari létesítmény vagy felfüggesztette a termelését, vagy egyszerűen bezárt. Az idei évben az átlagos havi gázimport több mint 25%-kal, tehát a negyedével csökkent a tavalyihoz képest Németországban, és negyedével nyilvánvalóan nem lehet spórolni, egyszerűen nem volt ennyi energiára szükségük. Abban mind három forrás egyetért, hogy a jövőben Németország tervezi a további csökkentést a zöld átállás keretében. A cél az, hogy 2029-től a gázellátást hidrogén váltja fel. Eközben a Nemzetközi Energiaügynökség jelentése szerint 2023 első felében az orosz gázexport Európába majdnem 40 milliárd köbméterrel csökkent, és az év végére az orosz gáztermelés további 62 milliárd köbméterrel esik vissza. Az elmúlt két évben Oroszország összesen 152 milliárd köbméter gáztermelési kapacitást veszített el, viszont csepp folyós gázként vagy átszinkézett gázként, például kínaiként vagy indiaiként továbbra is beérkezik a spanyol vagy éppen a francia kikötőkbe. Egy friss közvéleménykutatás szerint a német választók több mint fele azt jósolja, hogy a jelenlegi német kormánykoalíció, amely a Szociáldemokrata Pártból, a Zöldekből és a Szabaddemokrata Pártból áll, 2024-re felbomlik. A YouGov adatai szerint a válaszadók 27%-a véli úgy, hogy a pártok színei után közlekedési lámpának hívott koalíció 24-ben megszűnik, míg további 21%-uk gondolja, hogy az 25-ig, de nem tovább működik majd együtt. Csak a válaszadók 34%-a gondolja úgy, hogy a jelenlegi kormánykoalíció kitart a következő választásokig. Eközben Olaf Scholz kancellár népszerűségi indexe a német politikában extrémnek számító mélységekben jár, miközben az AFD népszerűsége folyamatosan nő, politikai kommentátorok szerint elsősorban a bevándorlás, kisebb részben a szankciós politika okozta gazdasági következmények okán. Az ősvelle beszámolója szerint az Európai Unió menekültügyi ügynökségének vezetője, Nina Gregory szerint az EU-ban a menedékkérelmek száma meghaladta az 1 milliót egy év alatt. Január elejétől október végéig az EU országaiban összesen 937 ezer menedékkérelem érkezett, ami 22%-kal több az előző év azonos időszakához képest. Csak októberben mintegy 123 ezer kérelem érkezett, ami az elmúlt 7 év rekordja. A német idegenrendészeti hatóságok január és november között több mint 325 ezer menedékkérelmet kaptak, ami 52%-kal több a 2022-es azonos időszakhoz képest. Németország továbbra is a menekültek elsődleges célállomása maradt az EU-ban. Októberben az összes európai kérelem 27%-át itt nyújtották be. Fontos információ, hogy Németországban egyedül több menedékkérelmet adtak be, mint Franciaországban és Olaszországban együttvéve, amelyek a második és a harmadik helyen állnak a menedékkérelmek számát tekintve. Még az ukrán menekültek közül is Németországba érkeztek a második legtöbben az egész EU-ban. Közel 1 millió ezer ukrán érkezett eddig Németországba, az egész EU-ban csak Lengyelországot választották többen közülük, ott 1 millió 600 ezer ukrán tartózkodik. Érdekesség, de Oroszországba hivatalosan 1 millió 200 000 ukrán állampolgár érkezett 2022. februárja óta, tehát ők azok, akik Oroszországba beutaztak, és nem Oroszország állampolgárai lettek a területváltozások miatt. Vagyis az ukrán menekültek közül körülbelül annyian választották Oroszországot, mint Németországot. Az ukrán ekremics naprade jelentése szerint az ukrajnai bankok 2023-ban közel 7-szer többet kerestek, mint az előző évben, és kétszer annyit, mint 2021-ben. Hogy minden értse mindent, egy hrévnya ma 9 forint. Az adózás utáni tiszta nyereségük 11 hónap alatt elérte a 130 milliárd rivnyát. A fizetőképes ukrajnai bankok januártól novemberig összesen 130 milliárd rivnyát nyereséget értek el, ami közel hétszerese a tavalyi azonos időszakban elért 19 milliárdnak. Ezt az adatot az Ukrán Nemzeti Bank közölte, az Interfax Ukrajna hírügynökség szerint. Novemberben a tiszta nyereség csökkent 7 milliárd 850 millió grévnyára, az októberi 12 milliárd 850 millióhoz képest. Ezt a csökkenést részben azzal magyarázzák, hogy az előző hónapban a bankok közel 4 milliárd grévnyi összeget helyeztek el tartalékba, ami az év rekordja, míg az előző két hónapban a tartalékokat 1 milliárd grévnyáig csökkentették. Az ukrán pénzintézetek teljes bevétele a 2023-as év első 11 hónapjában 25%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Különösen a tiszta kamatbevétel az 34%-kal nőtt, elérve a 182 milliárdot, míg a tiszta jutalékok 2,5%-kal 45 milliárd 600 millióra növekedtek. Az ukrajnai bankok kamatbevételeinek aránya az összbevételben novemberben változatlan maradt 68%-on, míg az előző év azonos hónapjában 60% volt. A jutalékok aránya szintén változatlan maradt az előző hónaphoz képest, közel 22%-on, bár egy évvel korábban magasabb volt ez 23%. 2023 első 11 hónapjában az ukrajnai bankok összesen 26 milliárd a társasági adót fizettek. Egy 50 éves román állampolgár, aki Ukrajnában harcol a Getika nevű külföldi katonákból álló csoport tagjaként, interjút adott a román Ziarul de Yassi című lapnak. A Getikát román állampolgárok alkotják az ukrán fegyveres erők nemzetközi zászlóaljának koordinálása alatt. A román férfi a következőket állította az anyagban. A románok toborzása a közösségi oldalakon keresztül zajlik. A csoport gerincét idősebb személyek alkotják. Most Kherson irányában működnek együtt más külföldi oldosokkal együtt. A cikk szerint a motivációt a pénz mellett az orosz fenyegetésről szóló cikkek adják a helyi újságokban. Az interjú alany úgy véli, hogy hamarosan idézem felszabadítják a krímet. Hasonlóan az 1941-ben és 42-ben zajlott eseményekhez. Ehhez fontos információ, hogy a román hadsereg a II. világháborúban a magyarhoz hasonlóan a náci Németország oldalán harcolta a Szovjetunió ellen, és akkor a románok egy össze mellett a Krimben is harcoltak. A román katona beszélt a felszerelések hiányáról, az USA-tól érkező segítség csökkenéséről, ezért most gyűjtést szervez Romániában drónok, kommunikációs eszközök, hűkamerák és egyéb optikai berendezések beszerzésére. A kontextus megértéséhez fontos plusz információ, hogy a románok többsége az oroszokhoz hasonlóan ortodox vallású, sokáig civil betűvel is írták a román nyelvet. Az orosz katonai think tank Röber erről úgy ír, hogy a legjelentősebb dolog a román katonai attasé nyilatkozata, amely szerint a román zsoldosok holtesteinek hazaszállítását az Ukrajnában lévő román nagykövetség szervezi. Ezzel az a probléma, hogy ez már a zsoldosok állami támogatásaként értelmezhető, ami ellentétes az ENSZ vonatkozó szabályaival, amelyet Románia is aláírt 1990-ben, bár nem ratifikálta azt. Az orosz telegram csatornákon a lengyel mellett a román nyelvet beszélő harcosokról már korábban is írtak. A frontvonalról érkező beszámolók szerint hallottak románú beszélőket a Nyeper torkolatánál kialakult szigeteken, azonban ezek a zsoldosok idézem, inkább biztonságos távolságból szeretnék felszabadítani a krímet. A rajtuk gúnyolódó oroszok szerint miközben az ukrán katonák tényleg harcolnak az oroszokkal a Nyeper balpartján. Szerbiában a választások eredményeivel elégedetlen tüntetők elleni rendőri beavatkozásról számoltak be a nyugati hírforrások. Ezzel szemben a szerb és az orosz sajtóban arról írnak, hogy a szerb miniszterelnöknő Anna egy köszönetet mondott az orosz titkos szolgálatnak a tüntetésről szóló előzetes információért. A szerb különleges erők keményen felléptek a tüntetők ellen, akik napok óta tüntetnek EU-s zászlókkal, legutóbb pedig megpróbáltak behatolni a Belgrádi Városháza épületébe is. Összesen 38 személy tartóztattak le, és több mint 30 rendőr sérült meg, de a rendőrség közlése szerint. A teljes szerb sajtóban megjelent, hogy Bernabé megjegyezte, hogy Megosztotta ezt az információt néhány nyugati nagykövettel is, akik azonban a szerb hatóságokat dezinformáció terjesztésével, valótlanságok hangoztatásával és az orosz titkosszolgálat megbízhatóságában való vakhittel vádolták. A szerbiai tüntetések már több napja tartanak, a választásokon vesztes egyesült szerb ellenzék, a szerbia az erőszak ellen nevű formáció a kormányzó pártot a választások elcsalásával vádolta meg. Számos nyugati véleményvezér politikai kommentátor és politikus biztosította támogatásáról az utcára vonulókat közülük is kitűnik az osztrák Günther Fellinge, aki eredetileg közgazdász volt, ma pedig úgy a Twitterből lett Excel, mint a YouTube-on hazája, Ausztria és valamennyi európai állam, így Bosznia, Moldova vagy éppen Írország NATO tagsága mellett érvel. Olyan posztokat ír vagy oszt meg, mint például idézem, Szerbia Oroszország legnagyobb szövetségese, a jelenlegi szervezet és bukása hatalmas csapás lenne Putyin számára. Többen egy szerbiai majdant temlegetnek, ki pozitív, ki negatív előjellel. Az orosz külügyminisztérium szóvivője Maria Zahar Arról szó szerint azt mondta, idézem, a kollektív nyugat nyilvánvalóan megpróbálja befolyásolni a helyzetet Szerbiában, a Majdan Pucsok technikáját alkalmazva. A Prosper to had hadművelet kezdetével a közel-keleten és a vörös a Huthik támadásának száma csökkent. Ez nem feltétlenül köthető közvetlenül a koalíció tevékenységéhez, de tényszerűen kevesebb bécides történt. A a jelentése szerint az indiai óceán egy kereskedelmi hajó dróntámadás áldozatául esett, amelyet állítólag Irán területéről indítottak. Ez az eset új fenyegetést jelent a hajózásra, mivel az iráni drónok akár... 2500 kilométeres távolságra is képesek eljutni. Ha a támadások megismétlődnek, a koalíciónak ki kell terjeszteni a művelet területét az indiai óceánra is, ami bonyolítja a helyzetet a régióban már jelenlévő jelentős erők ellenére. Egy másik aggodalomra okot adó fejlemény, hogy a közel tapasztalható destabilizáció más erőket is mozgásba hozott. Például a szomáliai kalózokat, akikről ugye régen hallottunk, most újra aktívak lettek. Ők is egy kereskedelmi hajót támadtak, meg bár az incidens részletei homályosak homályosak, naív dolog lenne azt feltételezni, hogy a kalózok nem használják ki a fennálló zűrzavart tevékenységük újraindítására. Főleg, hogy sok hajó a szomáliai partok mentén most már délfelé halad a jemeni huszik miatt, ami megkönnyíti a szomáliai kalózok dolgát. Kína elnöke Xi Jinping kijelentette, hogy Kína határozottan megakadályozza bárki kísérletét Tajvan Kínától való elszakítására. A kínai Xinhua hírügynökség szerint Xi ezt a kijelentést Mao Zedong a korábbi kínai vezető születésének 130. évfordulójára rendezett szimpóziumon tette, aki 49-ben legyőzte a kínai köztársaság kormányát a polgárháborúban, amely ezt követően Taiwanra menekült, és így lett az, ami. Tájván, amely nyugati felfogás szerint demokratikusan kormányzott, saját magát szuverén államnak tekinti, ellentétben Kína álláspontjával, amely Tájvánt saját területének tartja. Eredetileg a tájvaniak Kína szárazföldi részén lévő kommunistákat tartották szakadárnak, és a szárazföldi kínaiak pedig őket, a szigetre menekülteket kezelték így. A sziget január 13-án tartja elnök és parlamenti választásait, ahol a Kínával való kapcsolatok kezelése fontos vita tárgya a kampány során. Kína soha nem zárta ki az erő alkalmazásának lehetőségét Tájván ellen. Az elmúlt másfél évben Kína két nagy szabású hadgyakorlatot tartott Tájván körül, és rendszeresen küld hadihajókat és vadászgépeket a tájvani szorosba. Kína szerint a tájvani választás belügy, de a sziget lakosai a háború és a béke között választhatnak, és Tájván függetlenségi törekvései háborút jelenthetnek a jelenlegi vezetőjelölt, a kormányzó demokratikus haladó párt tagja, Lai Ching-te, akit Kína veszélyes szeparatistának tart és visszautasította a párbeszédre irányuló felhívásait. Mind a demokratikus haladó párt, mint Taiwan fő ellenzéki pártja a Kuomintang, amely hivatalosan Kínával való szoros kapcsolatokat támogat, de tagadja, hogy Peking barát lenne, azt állítják, hogy csak a sziget lakosai dönthetnek a jövőjükről. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang plusz hír összefoglalója. Ha tetszett ez a videó, kérjük ne felejtse el lájkolni, és ha talált benne erre érdemes hírt, akkor küldj el az ismerőseinek is. Köszönjük szépen, viszont hallásra!